A közelmúltban második alkalommal tartottak csillaglest a szabadkai Széchenyi István általános iskolában. A magyar tannyelvű tanítóképző karral közösen szervezték meg a világűr megismerését és tanulmányozását a gyerekek számára érdekes, tanulságos módon. Én alkalmazásokat hoztam a gyerekeknek, amiben megtekintettük a naprendszert, azon belül a bolygókat egyesével, valamint a napot is, valamint megnéztük közelebbről, hogyan állnak a bolygók most, a holdakat, melyik bolygónak hány holdja van, melyeknek van gyűrűje, valamint a csillagképeket néztük át. Mi az, ami a gyerekeknek leginkább elnyerte a tetszését? Hát szerintem a csillagképeket élvezték legjobban, hiszen mindenkinek megmutattam a saját horoszkóp jelét. A Szerbiai Csillagászok Társasága és a Belgrádi Természettudományi Egyetem jóvoltából egy mobil digitális planetáriumot állítottak fel az iskola tornatermében. Ez egy pályázaton nyert támogatásnak köszönhetően vált valóra. A szabadkai székhelyű Eduport civil szervezet volt az egyik szervezője, illetve hát azt is mondhatnánk, hogy pályázója a tartománynál a civil szervezetek számára kiírt pályázatok kapcsán, és a Weiss-Veszna igazgatónővel együttműködve, ugye ők álmodták meg magát a programot, mi pedig segítettük a szervezést, illetve a pályázást, és örömünkre szolgált, hogy nyert a pályázatunk, tehát így meg tudtuk segíteni ezt a rendezvényt, amit idén ugye második alkalommal szerveztek meg, és így financiálisan is tudtunk hozzájárulni, illetve a szervezésben is nagyban segített maga a szervezet. Mire fordítottátok a pénzt? Úgy tudom, hogy a tornateremben, ezt majd ugye később meg is látjuk, van egy nagy csillagvizsgáló. Így van, tehát az egyik fókuszpontja ennek az egésznapos rendezvénynek az pontosan ez a mobil planetáriumnak a megtekintése, és nagy részben pont a pályázati pénzből is ezt tudtuk segíteni, hogy összesen azt hiszem 250 tanuló tudja majd megtekinteni ezt a planetáriumot. Emellett persze voltak itt egyéb anyagi költségek, például az erre a napra készült kitűzők, illetve egyéb járulékos kiadások, amit szintén a tartomány tudott így támogatni. Csillagképeket, az éggömb kinézetét és mozgását, a naprendszer részeit és sok más káprázatos dolgot csodálhattak meg a gyerekek a mobil planetáriumban. Mobil planetárium, ez egy ilyen interaktív projektorban működő planetárium, ami lehetővé teszi azt, hogy nem kell a tanulóknak eljönniük Újvidékre vagy Beográdba megnézni egy planetáriumos előadást, hanem házhoz visszük úgymond az előadás sorozatokat, és egyes városokban vagy falukban, az iskolákban előadjuk a diákoknak ezt az előadást, ami igazából magába foglalja az asztronómia lényegét és miértjét. Mit látnak oda benne a gyerekek? A gyerekek hát először is a földről nézve látják az égboltot, és akkor ugye távirányítva, amit beállítsuk, aztán látják a naprendszer bolygóit, a mély objektumokat, különböző galaxisokat, csillagrobbanásokat, csillagokat, égi felhőket, és így tovább. Odabent teljes sötétség volt, így kameránk nem sokat látott, a gyerkőcök viszont annál többet. Az alsós kisdiákok érdekes előadásokat hallgattak 8-os társaiktól, akik elmesélték nekik, kik voltak azok a korabeli magyar tudósok, akik elsőként foglalkoztak csillagászattal.
Mátyás király is már fiatalkora óta érdeklődött a csillagászat iránt, és mindig is figyelemmel kísérte a csillagászati eseményeket. Sokan nem is tudták, hogy már magyar űrhajósok is jártak az űrben. A bolygókról, a csillagképekről, azok elnevezéseiről is tanultak az alsósok, interaktív módon zajlottak az előadások. És a játékok. A legügyesebbek vissza is mondták a tanultakat. Játékos vetélkedőt is szerveztek a gyerekeknek, akik az olyan kérdésekre is könnyedén válaszoltak, mint ki volt az első magyar űrhajós? Természetesen Farkas Bertalan. Már az ősmagyarok is elnevezték az égi tüneményeket, a kisgöncölt szarvasnyomdokának, a tejutat éjszakai szivárványnak, a Vénuszt álomhozó csillagnak hívták, ebből is tanultak a csillaglesen résztvevők. Mint ahogyan arról is, hogy Charles Simonyi, magyar űrhajós, a Microsoftnál dolgozott, ő egyben a Word és az Excel számítógépes programok atya. Én is a társam készítettünk egy prezentációt, a magyarok és a csillagászat, az volt a cím, és a kicsiket ugye megmutattuk nekik, hogy ugye, hogy a magyaroknak milyen csillagászai voltak, akkora, hogy, és ilyen érdekességekben még akkor, hogy magyarokról miket neveztek el. A szabadkai Széchenyi István általános iskola diákjainak nagyon tetszett az idei csillagles, de vajon kinek mi tetszett a legjobban? A mobil planetárium. Miért? Mit láttál ott benne? Sok csillagot, meg azt mondták, hogy a szimuláció a csillagos égről. Az egész naprendszert átnéztük, és az nagyon jó volt, mikor megnéztük a napot, hogy hogy néz ki fény nélkül. Az a burok, amikor voltunk bent, mert akkor úgy nézett ki, mintha tényleg az űrben lennénk. Ez a mobil planetárium, és mit láttatok benne? Csillagokat, csillagképeket, és a bolygókat. Mit tanultál a mai nap folyamán? Hogy mindenkinek van horoszkópa, és a bolygókat. Voltak előadások is, amiket az osztályokban hallgattatok? Igen. Itt miről volt szó? Hát a bolygókról. És ezeken az előadásokon mit tanultál meg? Hogy minden bolygónak megvan minden sora. Néztük a csillagokat, meg a bolygókat, meg a csillagképeket. Hogy tetszett a mobil planetárium? Láttál már ilyesmit? Nem, még nem. Mi tetszett ott a legjobban? Amikor néztük a csillagképeket. A csillagles műhely munkái keretében az alsósok rajzoltak is, csillagokat és bolygókat festettek, színes papírból égi tüneményeket vágtak, színeztek és ragasztottak. A szabadkai magyar tannyelvű tanítóképző kar hallgatói jóvoltából a gyerkőcök biológiai kísérleteket is végeztek, mikroszkóppal vizsgálódtak.
Tulajdonképpen mikroszkopoztunk a gyerekekkel, hoztunk vizsgálati tárgyakat, a sót vizsgáltuk meg vízben elkeverve, illetve ezen kívül megvizsgáltuk még a tejet, valamint a későbbiekben még improvizáltunk is egy kicsit, és megvizsgáltuk az emberi hajszálat, hogy hogyan néz ki mikroszkop alatt különféle nagyításokban, a burgonya keményítő szemcsét, valamint megvizsgáltuk még a hagymahéját is. Gondolom, hogy az alsós kisdiákok közül sokan most találkoztak először a mikroszkóppal. Mi meglepődtünk, mert nagyon sokan találkoztak már mikroszkóppal, sőt használták már órákon is, azt mondták, és sokaknak van otthon is. Úgyhogy elmesélték azt is, hogy ők eddig mit vizsgáltak meg. Amiket mi hoztunk, szerencsére még nem vizsgálták meg egyiket sem. Egyedül a hajszálat mondták, hogy már megnézték. Ők mondták, hogy vizsgáltak már levelet, illetve fűszálakat is otthon. Milyen élményekkel térnek haza a gyerkőcök? Remélem, hogy kellemes élményekkel, és hogy szívesen gondolnak vissza majd a mai napra. Koordinációs játékokból sem volt hiány a csillagles keretében. A gyerekek a mai nap folyamán mozgásos játékból vettek részt. Kettőt emelnék ki közülük, amely szerintem számukra nagyon érdekes volt. Az első volt a labdával való játék, amikor is növekedett a labdáknak a száma, illetve úgy nézett ki az egész játék, hogy a gyerekek körbeálltak, és egyre növekedett a labdáknak a száma, és arra kellett vigyázni, hogy az egyik labja ne érje utol a másikat. Kiesésre ment természetesen. A második pedig a zenélő szék, ami szintén nagyon érdekes volt nekik, azért, mert zenére ment a játék, tehát ez is mozgásos játék volt, és az volt a lényege a játéknak, hogy mindig csökkent a székeknek a száma, tehát vigyázni kellett, hogy ugye ritmusra is. A játékok célja az volt, hogy a csillagleskelődés és a kísérletek közben egy kicsit oldottabbá váljon a hangulat, és mozgalmasabb legyen a nap. Csillagképek, kisbolygók vannak elnevezve világhírű magyarokról. Farkas Bertalan volt az első magyar űrhajós, Charles Simonyi magyar származású, számítógépes programfejlesztő pedig kétszer is járt a világűrben. Fontos, hogy a legkisebbek időben tanuljanak az univerzumról. Ha akarjuk valamit megtanulni a Földről, akkor kell, hogy megtanuljunk az egész űrről is, hogy tudjuk, hogy hogyan működik az egész. És asztronómia, mint egy legidősebb tudomány, egy fontos helyet kell, hogy legyen neki is a tanulásban. Mivel külön, mint tantárgy, ugye nem jelenik meg az oktatásban, csak részletekből, földrajzból, fizikából tanulnak az asztronómiáról. Az idei csillaglesen 250 diák vett részt.